Sziasztok, ez itt a Mosi, azon belül is a játszótérrel, és ezúttal a Rikudo Sennin fogom megnézni, hiszen ő a legfrissebb megjelenés a Naruto Storm Connection játékba, mint DLC karakter. Megnézem, hogy mire képes, milyenek a kombói, milyen legerősebben van, és milyen a csapatos ereje. Vágjunk is bele! Na, tehát akkor itt vagyunk a menübe, kiválasztottam az új karaktert, kiválasztottam neki a két fiat, mert tudom, hogy van egy közös legerősebb, és hát akkor ellenfélként legyen a Kaguya, Rikudónak a Mamoja, illetve akkor legyen a Jubi madara és a Jubi Obito. Legyen a békás, mert pont remete módos időszak. Na, akkor itt van előttünk a karakter, hú, nagyon jól néz ki, úgy lebeg, mint a Jubi Obito és a Kaguya, és itt vannak azok a csodálatos gömbök, a szakála is nagyon jól mozog, teljesen olyan, mint egy isten. Na, nézzük. Elsőnek dobom a sima X-et Xbox-on. Ezek a különleges rudak, a Rinnegannak. Ez, jó. Ugye itt már kétfajta jutsu van, szóval az a szuperszónikus kidobós, az már nincs meg a kunajokkal és a shurikenekkel. Akkor szerintem adjuk be elsőnek az elkapóját. Oh. Úristen, ez régebben egy legerősebb erő lett volna. Akkor most adjuk be a legalsó kombó. Oh, az Obitónak a kardvágása. Úristen. Itt valami tüzek is voltak. Most a felső kombó. Itt a víz van. Víztornádó. Úgy tűnik, hogy a Rikudo tudja az összes elemet. Most nézzük meg úgy, hogy ráugrunk, és közben leverjük a karaktert. A gömb kivillámzott. Minden van. Tűz, víz, szél, villám, föld. Minden van. Most beadom akkor a simát. Amikor ugye el fogja ütni a karaktert. Szétvillámozta, és ott jött a fiam, hogy leüsse. Ez eddig a legjobb egyébként. Most beadom akkor az X-es jutsuját. Ezek mik voltak? Ezek valami sugara? Nem tudok rámenni, ezek valami villámfélék. Aha, ezek valami villámcuccok. Ennyit tudunk csinálni, hogy ezt eldobom, de feszíteni ilyesmi, hogy közel megy, nem, de nézzük meg, hogy tudjuk-e kombó közben. Igen, az új játéknak egyébként az a legnagyobb lényege, hogy már bármit lehet kombózni bármivel. Nézzük meg akkor a másik sima jutsuját, ami ugye az erősebb verzió. Látok, megvan. Ez egy villám. Egy gömb, amiből villám jön. Nagyon szép. Lehet, hogy tudom feszíteni is? Nem tudom, de megnézem, tudom a levegőből. Igen, a levegőből is tudja. És szerintem a másikat is tudja, de azért lepődjünk meg. Azt is tudja. Kettő képessége is van, amit a levegőből lehet dobni. És bizonyára a kombó közben is beadjuk. A szelet villámmal. A tüzet ezzel a szuperszónikus rudakkal. És akkor most adjuk be. Azt hiszem a legerősebbet, és utána átváltozunk. Ó, föld. Ó, remete villámot használ. És egy nagy ütés villámba, bossharc szintű villámkitörés. Ó, lenyűgöző, nagyon szép. Annyira szép, hogy ezt beadjuk még egyszer. Tehát dob egy földet. Remete villám, olyan mint a Raikage, csak ugye remete módba. Ó, nagyon erős, bár ilyet nem is láthattunk tőle egyébként. Ezt szerintem a játék találta ki neki, de nagyon jó. Na hát akkor megpróbálok átváltozni a Rikudóval, nézzük meg, hogy milyen az átváltozott módja.
egyúttal a fiaim is átváltoztak amúgy. Be vagyok villámozva, és ha jól látom, különböző elemeket tud, de nézzük, hogy a kombója változott-e. Kombója nem változott, tehát ugyanúgy tud mindent, de lettek négy új képessége, és az elemeket tudjuk használni, ha jól látom. Na nézzük, az egyik, a baloldali. Szuper víz kilövő. Másik. Ez egy föld támadás, de azért töltsük be újra, hogy el is találja az ellenfele. Villám, föld, és utána egy tűz. Nagyon jó. Legalsó. Bakker, mi ez? Ezzel ki tudjuk védeni az ellenfélnek a támadását. Ezt adjuk be már még egyszer. Közel megyek. Tél. Tűz. A Kashin Kojinak van ilyen. Nézzük a villámot. Biztos, hogy az lesz a legkeményebb. Kicsit távolabb. Víz és villám. Mit akarnak a Rikudóval? Hát nem tudom, lehet, hogy most elveszi a címet a Narutótól, vagy még a Baryon módos Naruto marad az első, de ez nagyon közel van. Víz, villám, és utána egy gömb. Nagyon jó. De azért nézzük meg, hogy ebbe az átváltozott módba megváltozott-e az elkapó. Nem változott meg, csak erősebbek vagyunk így. A rudunk is ugyanaz marad. Aha, viszont a gyucuk változtak. Chibakten szerezünk. Nézzük meg másik oldalról, másik kamera nézetből. Nézzük innen. Chibakten szerez, tudjátok, egy meteor golyóba zárja az ellenfelet. Nézzük a másikat. Mi ez? Hát Obito-nak a legerősebbje ilyen. Ez egy boss harc ütés. Vágás. Lehet, hogy tudom nyomkodni is. Nem tudom nyomkodni, de kombó közben tudja, hogy használható. Persze. Bárhogy használható, nagyon jó. Na hát akkor adjuk be a páros legerősebbet, mert hallottam, hogy van egy új. Indra. Asura. Mit adunk be, fiaim? Isten! Mi ez? Ez ugye az Indrának a nyira, és a Asurának az a szuper golyója, és a Rikudónak az a golyója, amit a Kaguya is be akart adni, de nem tudta végül. Kiröbben-e Vila? Hatalmas, lenyűgöző, nagyon jó ez a karakter. Megnéztük az új karaktert, a Rikudo Sennyint, a kombói, illetve a legerősebb támadásai alapján, és hát nagyon jól sikerült a karakter, mindenkinek csak ajánlani tudom, aki mindenképpen rendelkezik a Connection játéknak a szezon passzával, az mindenképpen örüljön ennek a karakternek, mert nagyon jól sikerült. Hát azt még nem merem kijelenteni, hogy mondjuk a Baryon módos Narutótól jobb lenne, de nagyon versenyezik vele, viszont az effektjeit illetően, valamint a legerősebb támadásait illetően lehet, hogy le tudja nyomni. Ha tetszett ez a tartalom, mindenképpen lájkoljátok, írjatok egy kommentet ezzel kapcsolatban, és találkozunk egy legközelebbi ilyesfajta alkalommal. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkold, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.